Kedves gyülekezet, kedves igehallgatók, elérkezett a 2020-as év első vasárnapja, és elérkeztünk ezzel egy újfajta gyülekezetben hangzó prédikációs tematikához is. A hegyi beszéd az előző év végével lezárult, és most Isten szent lelkének a munkájába, az Isten szent lelkének a vezetésébe ajánlva magunkat és a gyülekezetünket. Ebben az évben azzal fogunk sokat foglalkozni, hogy mit jelent növekedni a hitben. Mit jelent a hitben járni. Mit jelent az, amikor teológusok arról beszélnek, hogy megszentelődés útja. Mit jelent az, hogy nagykorúvá váló, vagy nagykorúságra jutó hívőnek lenni? Mit jelent a hitben való növekedés? Azok a kifejezések, amiket lehet, hogy sokat hallottunk már, de most eléggé intenzíven fogjuk vizsgálni őket, a különböző szentírási szerzőknek a különböző szóhasználatát megismerve, rövidebb és hosszabb sorozatokon keresztül fogjuk azt vizsgálni, hogy hogyan lehetne nekünk egyen-egyenként, illetve gyülekezetként a hitben egyről a kettőre jutni. Kiskorúságból nagykorúságra. Éppen ezért ez a mai ige, ami egy nagyon jó summáját és gondolatébresztőjét is adja ennek a folyamatnak, amit fel is olvastam, mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által. Ezt fogjuk most jobban megvizsgálni ezen a mai alkalmon is. De mielőtt még belefognánk, azért az alapokat mindenkor és mindig tisztázni kell. Így most is így lesz. Azt mondja tehát Pál, mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. Vagyis arról beszél a gyülekezetnek, hogy amikor erről az elfogadtátokat mondja, akkor az befogadtátok, megismertétek. Arról is szól, hogy ez egy fix tanítás. Tehát nem akármi. Pál apostol a különböző gyülekezetekbe ugyanazt az evangéliumot vitte. Nem másikat. Egy evangélium van. Egyetlen egy. Örömhír van az, hogy az embernek megszületett Isten Jézus Krisztus itt élt a földön, az életét adta a Golgota keresztjén, ahol valósággal meghalt, harmadnapra feltámadott, felment a mennybe, és aláküldte a Szent Lelket. Megbékéltette, ahogyan föl is olvastam, a teremtett világot az Istennel, és ezért szól az örömhír, hogy a győztes Jézus Krisztus győzelmében helyt kap az, aki hisz ő benne és megtér. Ezzel az üdvözítő örömhírrel járja Pál apostol a világot, mondhatnánk így. Városról, városról, faluról, falura, és nem csak ő, hanem a többi apostol is, és mindazok, akik aztán tanítóvá lesznek, vagy evangelizátorrá lesznek a szolgálat mentén, hirdetik az evangéliumot. Ugye ismerik a testvérek azt is, ez csak az emlékeztetés vége kedvéért, hogy a Galata levélben pont erről beszél Pál apostol, hogy elpártoltok az egy evangéliumtól, mert nincsen másik. És aggódom értetek, hogy el ne pártoljatok, mert nincsen másik, csak egyetlen egy evangélium van. És itt is arról beszél Pál, hogy ti befogadtátok azt az egy evangéliumot. Megismertétek azt az egyetlen evangéliumot, ami Jézus Krisztusról, az Úrról szól. És itt ez a másik, amin olyan könnyen túl szoktunk siklani, hogy Jézus személyének a nevei, azok az első időkben önmagukban már hitvallás voltak.
Vagyis amikor valaki azt mondta a római birodalomban, hogy Jézus Krisztus az Úr, azzal azt mondta, hogy nem a császár, hanem Jézus. Az Úr. Akkor valaki azt mondta, hogy Jézus Krisztus Úr, akkor azt mondta ki, hogy az az Atya, aki őt küldte, az egyisten, akinek a fia bizonyosult a világ urának. Vagyis más istenek nem jönnek a képbe. Amikor valaki azt mondta, hogy Jézus Krisztus Úr, azzal már valamire igent mondott. Azzal valamire elkötelezte magát. És ez egy fix, konkrét tartalom. De én szeretném, ha megnéznénk ennek a személyes vonatkozását is. Itt és ma. Mert ahogyan mondtam, ebben az évben arra fogunk leginkább fókuszálni, hogy mi van azoknak az életével, akik már elfogadták Jézus Krisztust, mint az Urukat. De mielőtt erről többet beszélnék, azt tisztáznunk kell, hogy ez mit jelent, és vajon te veled így van-e? Amikor valaki megismerte és elfogadta Jézus Krisztust, mint Urat, az azt jelenti, hogy ő neki korlátlan hatalma van az életem felett. Mit jelent? Hatalma van a bűneim felett, eltörölte azokat, az Isten kegyelméből tiszta lapot adott, hatalma van a jellem hibáim fölött, a személyiségem fölött. Olyan sokan mondják azt, én már nem változom meg. Az nem egy keresztény gondolkodás. A keresztény gondolkodás az, hogy amíg itt vagy a földön, addig a Szentlélek formálja a karakteredet, hogy a jellem hibáid, a bűneid egyre kevésbé jelenjenek meg cselekedetekben, hanem helyette engedelmes és megszentelődő életet élj. A keresztény ember nem mond ilyet, hogy én már nem változom, meg én már ilyen maradok. Nem maradsz olyan, ne is maradj olyan. Soha ne igazold magad. Jézus Krisztusnak hatalma van, mert Úr az életed felett, a bűneid felett, a jellemed felett, a vágyaid felett, az akaratod felett, a betegséged, a fizikai tested felett, hatalma van feletted. Ez az első dolog, amit elfogad az ember, amikor azt mondja, Jézus Krisztus Úr. Mert az ő lába alá vettetett minden hatalmasság. Mert megtörte a bűnnek az erejét, megtörte a halálnak az erejét. Mert ő az egyháznak a feje, ő a feltámadásnak, az életnek az ura, ahogyan a felolvasott kolossai szakasz dicsőségesen és hatalmasan mutatja be Jézus Krisztust, mint aki Úr. Amikor valaki keresztényé lesz, az azt jelenti, Jézus Krisztus az én Uram. Hatalma van az életem fölött, az életem eseményei és történései fölött. És aztán van egy másik dimenziója is ennek, hogy Jézus Krisztus Úr, az pedig az, hogy megváltott az ő drága vérén, tehát megvásárolt magának. Mi általában azt ismerjük, hogy van főnök meg beosztott, de azért azt tudjuk, hogy ha a főnök azt mondja a beosztottnak, hogy mész és csinálod, akkor mész és csinálod. Legalábbis jó esetben. Ha nem, annak megvan a következménye. Mit akarok ezzel mondani? Hogy Jézus Krisztus Úr az azt is jelenti, hogy az övé az életem. Hogy ő rendelkezhet velem. Ha az egyháznak a feje Jézus Krisztus, akkor az egyház se lehet önfejű. És te se lehetsz, és én se lehetek önfejű. Ha Jézus Krisztus Úr, akkor az azt jelenti, hogy rendelkezhet veled és velem. Arról, hogy mit tartsál jónak és rossznak, hogy mit tartsál erkölcsösnek és mit ne tartsál annak, hogy mi az, amit csinálj az életeddel, és mi az, amit egyáltalán ne csinálj, vagyis mi a jó, mi a rossz, mi a nemes életcél, mi felesleges, vagyis Jézus Krisztusnak hatalma van fölötted úgy, hogy megmondja neked, hogy mit csinálj és mit ne csinálj. Mi legyen az életcélod, és mi ne legyen az.
Mi az, amivel töltsd az idődet és a földi napjaidat, és mivel ne töltsd? Ha ő Úr, az azt jelenti, hogy ebbe is teljes, tökéletes beleszólása van. És van véleménye, nyugodj meg! Így aztán adódik a kérdés, teljesen természetesen, hogy ebben a formában, a te életedben, itt ma, Jézus Krisztus Úr, mert amíg nem Úr, addig nem fogsz a megszentelődés útján járni. Amíg nem Úr az életedben, addig nem fogsz a hitben növekedni. Mert kívül vagy, és nem belül. Azt mondja Pál apostol, hogy ti már elfogadtátok Jézus Krisztus, mint a ti uratokat. És így ma hív minket az ige, mindannyiunkat, akik itt vagyunk ebben a templomban, és Istennek hála jó sokan, hogy ezt az évet úgy kezdjük, hogy megvalljuk, Jézus Krisztus Úr, az én Uram, az én életemnek az Ura. És ha eddig nem is volt így, akarom, hogy ezentúl így legyen. Nem akarok a magam feje szerint járni, nem akarok a bűneim, a vágyaim, a kívánságaim kényszerpályáin járni, hanem Jézus Krisztus szabadító hatalmába, úrságába reménykedek és bízom és hiszek ezentúl. És az életemet pedig tudatosan elkötelezem neki. Sokak életéből ez hiányzik, hogy kimondják, nem tovább a magam feje szerint, hanem Istennek tetsző módon akarok élni, neki engedelmes akarok lenni. Azt mondja Pál apostol, ha már elfogadtátok, éljetek is ő benne. És ez egy izgalmas kifejezés, hogy éljetek ő benne. Ez az élet, amiről itt Pál beszél, ez nem az örök élet hangsúlyával bír, hanem az életvitel hangsúlyával bír. Ismerjük azt, hogy életvitel. Vannak erre kifejezések, járni az Úrral, követni őt, élni ő benne. Úgy, ahogyan neki tetszik, és ahogyan hozzáméltó. Hogyan fogalmazta meg ezt a felolvasott, lekcióban felolvasott ige szakaszban? Azt mondja Pál, azért könyörgöm szüntelenül a gyülekezetért, hogy megismerjétek az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és belátással, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére. Így nézel magadra, hogy élhessek az Úrhoz méltóan teljes mértékben az ő tetszésére. Ez a keresztény ember belső vágya és feladata és küldetése is. Azt mondja, ha elfogadtátok Jézus Krisztust, mint Urat, akkor éljetek ő benne. És aztán nem hagyja ennyiben Pál, ezt kifejti két képpel. És ez a két kép, ez olyan szép, olyan szépen megadja a hívő élet mozgásának egyfajta keretét. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. A növekedésnek az egyik módja az az, hogy az ember belegyökerezik Krisztusba. Ez lehet, hogy furán hangzik így, de ez az organikus kép arról szól, hogy az hívő embernek az identitása belegyökerezik Jézus Krisztus személyébe. Abba, amit Jézus tett, és abba, amit tesz. És ahogyan egy élet, egy lélek belegyökerezik Krisztus
megváltó művébe és személyébe, úgy a személyisége is átformálódik. Vagyis, ahogyan meggyökerezik az ember, megváltozik az identitás, hogy ki vagyok én. És korábban voltam XYZ, férfi vagy nő, mérnök, gépész, doktor, tanár, énekes, bármi lehet, ami az identitásod, hogy ki vagy, mi vagy. És helyette egyre meghatározóbban, dominánsabban a válasz az lesz, hogy Isten gyermeke vagyok. Megváltott bűnös vagyok. Krisztus tanítványa vagyok. Isten népe vagyok. És aztán jönnek hozzá ilyenek. Senki nem ragadhat ki az én mennyei atyám kezéből. Senki nem szakíthat el engem Isten szeretetétől. És üdvbizonyossága lesz az embernek. Tudom, kinek hittem, tudom, mi lesz velem, ha lehunyom itt a földön a szemem. És megjelenik valami belső bizonyosság, valami különleges belső tartás és erő, ami abból fakad, hogy kicsoda az Istenem. És az ember lelke elkezd gyönyörködni az Istenben. És nagynak látni őt. És azt mondani, én szeretem az én Uramat. És jó, hogy ő az én Uram. És én vágyok az ő tetszésére élni. És az ember szíve megtelik vágyakozással a szentségre, az Isten akaratának teljesítésére, a bűnökkel való szembefordulásra, a másik ember szeretetére, ha hívő, ha nem hívő. Az ember jelleme, lelkisége átformálódik az Istennel való személyes kapcsolatban. Ez a kereszténység spiritualitása, ha mondhatok ilyen szavakat. Abban a személyes kapcsolatban vele átformálódik az ember. Ez a növekedés egyik módja. Amit nem lehet receptkönyvekből kinézni, amit nem lehet profint csinálni, amiből nem lehet doktorátus szerezni, hanem valaki vagy éli, és átéli az Urával való személyes beszélgetésben, közösségben, csendben, vagy ilyen szempontból mindig kiskorú marad. De az Úr arra hív minket, hogy gyökerezzünk meg benne. Ebből lesz a rendíthetetlen keresztény identitás, amelyik vállalja az üldöztetést, amelyik felvállalja a konfrontációt, amelyik tűr, és amelyik kitartóan szeret. Aztán van egy másik módja is a növekedésnek, és ez egy másik kép. Azt mondja Pál, épüljetek fel ő benne. Épüljetek fel ő benne. És az építkezés az egy izgalmas dolog. Ez a kép ráadásul az ősi szövegben nagyjából inkább az van, hogy építsetek rá, csak ez magyarban nehézkes lenne visszaadni ezt ebben a mondatszerkezetben, de amiről itt szó van az az, hogy megvan az alap, az Jézus Krisztus, és rajta építkezzetek. Tehát, hogy nem csak úgy fölépülünk valahova, hanem Krisztus alapján, Krisztusra építkezzetek. És ezt más igehelyekből ismerjük ezt a gondolatot, na itt ugyanez van. De mi jellemző az építkezésre? Ugye azért a téglákat nem csak úgy egymásra dobálja az ember. Legalábbis reméljük, hogy nem. Oda kell terv, oda kellenek különböző anyagok, kell valami kép arról, hogy fog kinézni a vége, és van benne rengeteg tudatosság. Rengeteg tudatosság. Mindenek megvan a helye, annak oda kell kerülnie, annak olyan anyagból kell lennie. Különben az épület nem lesz jó. És a keresztény életnek is van egy ilyen tudatossága, ha tetszik, ha nem tetszik.
A keresztény életnek is van egy ilyen tudatossága. Vagyis a növekedés másik formája az, hogy amire Jézus Krisztus azt mondja, hogy szent, igaz és jó, azt elkezdem tenni. Ami pedig azt mondja, hogy hiába való, és ne csináld, azt elkezdem abba hagyni. Ez azt jelenti, hogy az életemet és az életvitelemet tudatosan is alakítom, és azt mondom, ezt egy keresztény ember nem csinálja, én nem csinálom. Ezt keresztény emberként csinálnom kéne, de még nem csinálom, úgyhogy elkezdem csinálni. Prioritások. Mire van időm, mire nincs? Mire áldozok, mire nem áldozok? Milyen szempontok szerint rendezem be az életemet? És nekem nem mondja senki, hogy nem rendezitek be. Berendezzük mindannyian. Napra, hétre, hónapra, stb. Van, aki egészen hosszú távra tervez. Na de milyen alapon tervez? Jézus Krisztus akaratára és tetszésére nézve rendezem be az életemet? Az időmet, a rövid távú céljaimat, a hosszú távú céljaimat. Olyan érdekes, hogy amit sokszor alkalmazunk a világi szférában, az a hívő életünk kialakítására nézve már nem jelenik meg. És azt mondja Pál, hogy épüljetek fel. A keresztény élet az nem csak úgy folyik és hömpölyög. Nem csak partalan rajongás és spiritualitás, hanem bizony van benne egyfajta következetesség és tudatosság, amiben megtagadás van, amiben odaszentelés van, amiben Isten akaratának a megismerése és az ahhoz való igazodás van. És hogyha megnézzük mondjuk Pál apostol leveleit, hogy hogyan vannak szerkesztve, akkor ezt a lüktetést meg is találjuk. Általában a levél első felében arról beszél Pál sokat, hogy kicsoda Krisztus, hogy mi mindent tett a gyülekezetért, egyáltalán a világban, Isten rendjében, hogy mit jelent Krisztusnak a csodálatos munkája és megváltása. És aztán a levelek vége fele apró pénzre váltja. Apró pénzre váltja. Miből táplálkozik a hívő élet, és aztán mit kell csinálni a hívő embernek. És a Kolossai levélben is, ha lapozunk a későbbi fejezetekre, azt látjuk, hogy ilyen dolgok jelennek meg, például, hogy a feleségek engedelmeskedjenek a férjeiknek. A férjek szeressék a feleségüket, és ne legyenek velük mogorvák. Az gyerekek engedelmeskedjenek a szüleiknek. Az apák ne ingereljék a gyermekeiket, hogy azok ne legyenek félénké. A szolgák engedelmeskedjenek az uraiknak, mintha Istennek szolgálnának. Az urak pedig bánjanak jól a szolgáikkal, tudva, hogy nekik is van uruk. Na ez az épület, ez az apró pénz. Ez az épület, amikor az, hogy Jézus Krisztus az én uram, az az életedre nézve, egyértelmű cselekedetekként is, egy életvitelként megjelenik. Mit teszek, mit nem teszek, mihez tartom magam? Ebben az évben, ami előttünk van, sok szó lesz mind a két oldaláról. Arról is, hogy mit jelent meggyökerezni. És hogy hogyan termi ez a lélek gyümölcsét, Krisztus jellemét egy hívő ember életében. És a másik oldalról is, hogy egy keresztény ember mit csináljon és mit ne csináljon. Miben legyen hűséges, kitartó, odaszánt, és mi az, amitől iszonyodjon és tartsa magát távol. Hogy az ő urának tetszésére legyen az élete. Erre hív minket az Úr, és erre bíztatlak titeket, most én is, hogy egyfelől könyörögjünk és imádkozzunk ezért. Hogy adjon az Isten növekedést egyen-egyenként és közösségként is nekünk. Ebben az értelemben, hogy meggyökerezünk és felépülünk. Hogy az Isten szent lelke
tegyen minket bölcsé, hogy megértsük, hogy mi az Isten akarata az életünkre nézve. Hogy a hitünk megalapozott legyen, hogy a hálaadásunk egyre bőségesebb legyen, és hogy ne lehessen minket mindenfajta álbölcsességgel, tévtanítással lengetni jobbra-balra. Olyan gyönyörködtető volt azt olvasni, hogy azt mondja Pál, és a hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Tudjátok, van egy nagyon fontos különbség egy hitben kiskorú és nagykorú között. És sokszor pont a hálában van. A hitben kiskorút sodorja minden. Esik, kell, mindig mászik vissza a kegyelemhez, örül neki, aztán megint esik, kell. Aztán veszekszik, perlekedik, ítélgeti a többieket, eliteskedik, különcösködik, nagyra van magával, bölcsességével, aztán megint esik, megint kell, és ez egy körbe-körbe. Amikor valakinek a hite nagykorúvá válik, megjelenik benne valami állandósult hálaadás azért a sok jóért, amit az Isten érdemtelenül tesz az emberre. És ez a hála az egyfajta öröm és derű lesz. Egyfajta életigenlés, egyfajta békességteremtés, egyfajta bővölködés a hálaadásban. Szóval, amikor egy gyülekezetben újra és újra megszületik a hála dala emberek ajkán, hogy az Isten megszabadított, az Isten meggyógyít, az Isten megtartott, az Isten elhalmozott az ő jóságával, nagyságával, látom az ő hatalmát munkában, az életemben, a közösségben, ott mindig megjelenik a hála. Hív minket az Úr ma arra, hogy induljunk el ezen az úton, hogy gyökerezzünk meg ő benne, hogy épüljünk fel ő benne, hogy a hitünk erős és megalapozott hit legyen, tudjuk, hogy kinek hittünk, tudjuk, hogy miben hiszünk, és tudjuk, hogy mi csinálunk itt. És aztán végül bővölködni fogunk a hálaadásba. Mert Isten népének lenni jó, sőt a legjobb. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által ismered a mi szíveinket, ismered a mi lelki állapotunkat, tudod, hogy hol tartunk, tudod, hogy milyen küzdelmeink vannak, tudod azt is, hogy milyen reményeink vannak. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk, hogy a hangzó igét tedd életté mi bennünk. Szeretnénk meggyökerezni te benned, és szeretnénk felépülni te benned, hogy a mi életünk az tetszésedre legyen, hogy engedelmes élet legyen, amelyik téged dicsőít, amelyik áldássá lesz mások számára is. Kérünk, hogy szent lelkeddel munkálkodj bennünk, és olyan jó, hogy megígérted, hogy készen fogsz minket magad elé állítani. A te szavadban bízunk. Nem a magunk erejében, de akarunk teljes erőből engedelmeskedni neked. Kérünk azért, hogy áld meg ezt a gyülekezetet. Hitben való növekedéssel, hogy jussunk egyről a kettőre, a tőled jövő
teljességre. Kérünk, hogy hatalmadat, amiről tudjuk, hogy mindenre elegendő, rajtunk mutasd meg. Amen.